Na sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb videóban Picit érdekes a tematika, már volt nagyon rég az őskorban egy ilyen gambling oldalról videónk Előre leszögezem, az sem és ez sem szponzorát tartalom Szimplán azt szeretném nektek megmutatni, bemutatni hogy saját feltöltött pénzből most van 22 dolláronk ilyen 10 ezer forint körül, még annyi se, 9 ezer forintot tettünk fel, ugye 20 dollárt tettem fel, plusz 2 dollárt kaptam, amilyen random promo kódot szereztem össze, Skin Club az oldalunk neve, és nézzétek, mit nyitottam. Volt egy születésnapi, hiszen egy éves lett az oldalnapokban, és a küldetés sorozatban Ugye benne volt tegej, meg három barátod, Discord szemben és stb. stb. És nyis ki egy ládát, ami egy három dolláros uh, Solar Quest-re hallgatott gyerekek, és adott nekem egyből egy 265 dodós kesztyűt, ami brutálnyitás volt, nincs videóm róla, viszont ez tényleg megtörtént. És uh, itt van egyébként a Steam raktáromba, mai napig is itt pihen. Ugye ez a uh, szép darab, most kell el egy darab, uh, ma... 280 euróért. Tehát nincs rossz szárba, és ezen az oldalon úgy szoktam játszani. Tegnap is kivettem egy pár dolgot. Erről előre leszögezném, hogy nem népszerűsíteni akarom az ilyesmit, hanem megmutatni azt, hogy saját pénzből mire kell számítani, mert nyilván van, amikor az oldal, például ezt, tett, hogy ez beadta nagyon, de unblock, ugye ezek nem olyan pénzszerzési forrás lehetőségek, amik megérik, viszont itt még átkapcsolok egy olyan dologra, hogy ugye én melyiket ajánlanám jobban, ha mindenképpen van zsebpénzed, felesleges pénzed, amit direkt erre szánsz, vagy játékban is, vagy ilyen oldalakon. Meg lehet próbálni játékban is, de azért van akinek 900 nyitás után adja be a kést, ami több száz ezer eurók. Ö, ennyi nyitás, nekem például azt is nagyon hamar beadtat valami tizenvalahanyadik nyitás, nekem beadta a kést ezen a fiókon nagyon régen volt az már, ugye két három éve lassan, inkább már, hát még két és fél, Ö, szóval igen szóval ezért jó kipróbálni egy-két ilyen oldalt, ha már mindenképpen akarsz a legjobb viszont az, ha nem nyitsz, na de emellett térünk át egy olyan dologról, hogy én kivettem ezt a kesztyűt, nem minden én játszottam az oldalon, de közben én még ilyenne nem találkoztam gyerekek, a Steambe valaki belépett ugye hitelesítő, az nem fért hozzá, tehát olyan dolgokat tudott kitenni piacra, ami nem volt, hát már nekem például az USP-t is, ezt vettem észre egyébként, hogy ezt a P250-t akarom mondani, ki akarta tenni, hogy ez 72 centet ér, és a Steam Guard küldte, hogy megerősítsem a tranzakciót, és akkor vettem észre, hogy hello, e-mailben már nekem van 90 valány eladott dolog, amiből valamiért a Steam ezért most jött be, hogy tesz függőbe egy-két napig összeget fel nem tudom ez mi szerint, mert ugye azok nem voltak tradebanos cuccok, hogy még például ezt kiteszem, és akkor ezt ha most eladom, mert még tradebanos, akkor az függőbe teszi. Nem. Üm, és a gyerek azt csinálta, hogy ő gondolom ezt a négy itemet kitette kurva drágán, amúgy ilyen 9 euró értékbe, hoppá. 9 euró értékbe adott el, és ilyen majdnem 6 eurót tett fel a Steam oda hála Istennek és például ezt a 3 centes skint megvette ugye az én profilomról, saját magától gondolom, 2,70 euró darab centért, és ez éjszaka történt hajnalba, nem vettem egyszerűen észre, és reggel nézem, hogy 9 valány eladott dolog van, de ezt mutatom is nektek, itt is van több oldalnyi dolog került ide ki. Ugye legtöbb ilyen matrica meg random dolog volt, amik nem is kell neki farming kártyák, meg nem tudom mik. Volt egy-két skin, Ugye, amit eladott a gyerek, láda is volt, amit eladott a srác, volt szeretett skinjeimet is adott el belőlük. Ez például függőbe tette, az ilyen nagyobb van. Van, amit egy tesz kint is, például függőbe tette. A Steam nem tudom, mi szerint teszi függőbe. Megmondom az őszintét, vagy csak a cségószkineket tette függőbe, matricákat adott el tőlem rengeteget a gyerek, kártyákat, trading kártyákat és az USP-t is eladta, az mondjuk kicsit drágább volt, az is ilyen 60-70 cent körüli, ez mind, ez mind, amit itt láttok, ez mind a tizedikén volt, ez ma volt, ezeket eladta, ugye kis olcsóbb skineket amit el tudott adni, matricákat, ez még mindig itt van, Öm, hát 23 centes dolgokat is adott el, 30 és összegyűlik az, itt is adott el, itt az USP, 62 cent, ezt is hallotta sajnos, ezt szerettem pedig a kis USP-met, és én, itt ezt már én adtam el ezeket, tehát szeptember 9 az én vagyok, és innentől kezdve gyerekek 20 oldalnyi dolgot adott el a gyerek, tehát steames kártyákat, skineket, matricákat, falfirkákat, és stb. adott el, és magától pedig jó drágán, gondolom magától, vagy ismerőstől, kitette a piacra hogy ne legyen ilyen árba ez a dolog, és ezt megvásárolta. Tehát erre is kell figyelni, mert ez megtörténik. Ugye, hogy fértek hozzá, ez már akárhonnan ráférnek, hogy én is, hogy töltögetek fel az oldalra, például a Skin Clubra valamilyen random linkekről, ugye, hogy kapjak promókódot, érdemes sűrjen jelszót cserélni, de amúgy most hallottam, ért, hogy e-mail címek is, több 9, valahány milliárd felhasználó, nyilván nem vagyunk annyian a Földön, de egy embernek lehet öt e-mailje is például, került ki a világ úr és akárki lenyúlhatja, és akkor használhatja a nagy okosba. Tehát mai világban gyerekek, ez ilyen feltörés, meg ezek benne vannak a pakliba. Öm, tehát ezekre kell vigyázni. Ugye az a jó, hogy ezeket küldi megerősítésre, és akkor én onnan láttam, hogy hoppá, én nem tettem ki, és nézem e-mailt, 90 valahány Steam eladás. De hát ez hajnalban történt, szóval valószínű valami, ki tudja, milyen országból történt ez a dolog, tehát erre nagyon kell vigyázni. Na vissza az oldalra, nyilván nem ajánlom senkinek azt, hogy ezen akarjon pénzt keresni, szórakozás céljából jó. És ugye felmész a YouTube-ra, megnézed Jason Plate, régen narancs, meg mai napig is tolja narancs, meg stb. Uh, stb. youtuberek azok mind fizetett promóciót tartalmaznak, ugye az oldal nekik felteszi a balanszt, és akkor abból játszanak. Abból te nem nagyon tudod lekövetkeztetni, hogy mennyire adja az oldal, meg mennyire nem. Nem nagyon vannak már boostolt kontok, lehet van olyan oldal, ami az kontot, hogy jobban adja, általában az nem nagyon létezik már ez a dolog. Régebben volt euh, Drake Mail, meg mit tudom én mi, de euh, manapság ezek nagyon nem euh, létező dolgok. Ugyebár, na de nézzünk rá az oldalra, és tényleg saját felelősséggel, és engem nem szponzorizáltak. A jövőben lehet, hiszen ezek a szponzorok nagyon rengeteget fizetnek. Szóval én nem, én azt mondom nektek, megmondom az őszintét, nem mondom azt, hogy én ezt annyira rossz dolognak találnám, ha valaki ezt csinálja. Öm, elhisz, hogy egy-kettő szponzorizációt elfogad, jó kis pénz jön belőle és kész. Az már, mint amit Jason Play csinál, például rengeteg ilyen oldala van, Együtt, rengeteg videó megy, későt, nagyon-nagyon sok, az egy picit sok talán. Néha, néha elmegy ez a tartalom, de azért nála is látszik, hogy kiteszi estére. Később, hogy nem nagyon nézzék, meg sokan értemén a törekvést. Tényleg ez egy káros dolog lenne, de ha már nyitni, akarsz, mindenképp talán ilyen oldalakon lehet, megbízható oldalakon jobban megéri, mint a játékban. Na de, csekkoljuk le. Úgy vannak déli készek, ugye szinteket úgy szerezhetsz, ha ugye feltöltöl és ládát nyitsz, párbajozol, upgradeolsz, vagy bármit csinálsz, ilyesmit, tehát ezek ilyen free készek, remélem brutál hangos lesz, nem is nagyon van nektek hang, úgy látom a hangsávon. Most, most van hang, jó. Azt egy kicsit. Um, ezek daily freak, itt igazából olyan szarokat, ad, 3 centes dolgokat nagyon nagy százalékba, és van egy nagyon-nagyon pici esélyed, kapsz valami jobbat. Um, mindjárt megyünk tovább, de viszont kinyitjuk ezt rengeteg daily freak, én például 13-as szintű vagyok, rengeteg nem tettem fel. Szerintem ilyen, hát 40 euró, 45 euró ott nagyjából és akkor itt megvan az esély, hogy a például azt az ak az meg hatalmas win, hát volt akinek beadta, nem mondom, ezek ingyenesek, tehát ezek nem olyan nagy dolgok. Miket érdemes nyitni, fogalmam nincs, általában case battle szoktam nyomni, azokból upgrade-ot, ha jön valami. Öm, tegnap nyitottam például a három dodaos ládákat, ebből például jött nekem az az amit láthatatok a Steam profilomon, ő, hogy 1,3% esélyed van ezt kinyitni, legalább oda van írva. Szerintem uh, nyitunk egy ilyet, például megnézzük ez mit ad igazság szerint. Reméljük van, mi nagyot, és most bead egy kést, akkor leszoplám magamat. Az jó, az USP-re menj tovább, jaj nem, az nem jó. Á, nem vagy upgrade-nak jó, nem a legrosszabb. Igazából nem a legrosszabb effektív. Um, hm, mit nézzünk meg? Vannak itt ilyen nagyon érdekes ládák, hát ilyeneket nagyon nem érdemes nyitni, 5 dollár és 43 meg 46 százalék esélyed van kinyitni ezeket. A 42 centes dolgot, tehát ezekre nagyon kell figyelni. Jó, hogy van esélyed kinyitni ezeket, de ha már ezt is kinyitod 8 százaléka, az is csak két és majdnem három ládát ad vissza, de lehet kinyitsz 60 darabot, mire azt Megkapott, tehát ezekkel nagyon vigyázni kell. Itt van hogy egy Memory, Ez sem annyira ajánlom, mert itt van benne nagy százalékkal a rosszkinek. Még amit most nyitottunk, ahogy néztem, ez egészen jó, de nyissunk egy violentet. Mert hm, ebbe is van szarab. Például a kokáért. Um, Kéket, hát ebbe valami jobb van. Hát ebbe is kaka van, de mindegy, nyitunk egy, nem nyitunk, nem nyitunk ilyet. Ez nem annyira érdemes, úgy látom. Hmm. Piros esetleg? Ez egy picit jobbnak néz ki. Na nyitunk egy pirosat is, megnézzük ez mit ad, és majd upgrade ebből. Ami jön, ha meg jön valami nagy, akkor azt kiveszük. Nyilván valóan. Ké, és ott ment el. Hát az nem jó. Vagy jó? Hát az nem jó. Piros skin, az egyik a leges, ami létezik a föld kerekségén, 15% esélyünk volt erre. Na menjünk case battle -öket. Ugye vannak ilyen olcsó ládák is az oldalon, itt, tudja, mi az pack, vagy mi az clip, mi az pack, bocsánat, Tibi mondja, hogy mi az clip mindig. Bejövök, hogy mi az pack. Ebből mondjuk verünk egy 6 darabot ready, és akkor 2v2, de van crazy mode, van sima 1v1-ek, ugyebár tehát két player -rel és megcsináljuk, és vagy hívunk botot egyből, vagy becsatlakozik valami player, felmegyünk még itt balanszba, és akkor valamit megpróbálunk azért kivenni mai nap is, csak GPT nevű player csatlakozott be, az gatya, úgy van, hogy adott egyszer 30 eurós dolgot adott valakinek ebből, nyilván nem nekünk, 2v2-be, hát ez nagyon kaka, eddig ő viszi, na jó jót is, az jó, az, hát az kb. most mi megyünk, most biztos, nem, úha, úha, meleg a pit, nagyon nagyot kéne húzni, hát nem, ez ő vitte, plusz így neki viszont, ez biztos, hogy plusz, legalábbis azért remélem, hát 11 cent, ez most nagyon nem adta, de nem baj, ha lúzolunk, mert tudunk menni nagyobb case is, és akkor hát, ha jobban be fogja adni, akkor innen viszont nem mi a spekket fogunk, hanem valami értelmesebb ládikaut fogunk kinyitni vele. Például ebből kettőt. 6 dollárba kerül, megcsináljuk a battle-t, és akkor megnézzük, hát a badja. Írjátok meg amúgy kommentbe, hogy ti szoktatok esetleg ilyen oldalakon játszani, és hogy melyiket ajánljátok erre, hogy így random, mikor rájön az ember egy hauna egyszer, akkor valamit, Ú, uh, ott ment el a kesznyű. Az jó, neki jobb. Uh, hát ez így is mínusz. Ez így is mínusz. Nem, de, ó, uh, mínusz az. Hát igen. Igen, igen, igen. Vannak ilyen farmkészek, tibiek, meg vannak őrülve az AVP farmért. Nyitunk abból is amúgy. Szerintem, ameddig még nem bukjuk el az összes kis pénzünket. Öm, ide bejöjjük, hogy AVP farm, nem mondom, egyszer adta, ilyen egy dolláros kis ládikó. Nyitunk mondjuk hármat, szintén 1v1-ben, amúgy van tényleg, hogy be a 15 euróst is ebből, de azért annyira nem, nem, adja az mindig, ugye vannak benne nagyon szarok is, meg nem csak AVP-k, vannak ilyenek, például, mint amiket itt nyitottunk. Hű, hát az eddig ő ide, nagyon szarokat nyitunk, na ez például jó példa volt, hogy ez nem a lehet száz darabot kinyitsz vala, valamit, de lehet az még nem hozza vissza az árát, tehát itt van 62 darab centet sikerült kiszednie belőle, ami nem túl jó, viszont most már szerintem mehetünk valami jobbat, mert most ha be kellene adja az oldalnak, nem hiszem, hogy ennyiszer bukunk. Ez a múgy jól ezt én kedvelem. Meg nyitunk két ilyet. És akkor ezt a beadja, beadja, nem, nem, meglátjuk. Hát a beadja, bízatok benne, hogy beadja, mert ha nem, akkor nem. Akkor láttátok, hogy így működik. Igazából, tehát ez egy olyan videó, hogy a saját pénzből feltöltesz, és akkor mire kell számítani? Az oldalra kapcsolatban, amik a tapasztalatok, ilyenek például. Tehát azért bukhatsz is, sima ládát nyitsz, akkor nyilván azt megkapod, de itt meg ugye másikét is viszed. Az a jó benne, az, az USP az jó, az jó. Már rosszul nem állunk, most ha csak ebből kéne húzni valamit, az neki jó, de még mindig vezetünk valamennyivel, de nem sokkal. Jó, ezt vittük, ezt vittük, de szerintem nem nyertünk túl sokat, sőt. Hát éppen 40 valahány centet. Na Most van majdnem 10 dollárnyi dolog az inventoringba, amit tudunk upgrade-olni, hát nyilván ez százalék van rá, tehát beteszem ezt a kettőt, és akkor kinyithatok akármit érted, de teszünk be többet. Mondjuk a kisebbekből megpróbálunk kiszedni valami normálisabb dolgot, most ezt így mindegy, mi, és akkor ezt a csúszkát random húzhatod, ahova neked jól esik, mondjuk ide nem száll, ide ne jöjjön, tehát ide jöhet, ahol vannak ilyen csíkok. És akkor most várjuk, hogy badja, vagy nem, az talán nem lesz meg, az bizony nem. Óha. Így, azt buktuk. Ilyenkor idegeskedik az ember, és akkor feltesz mindent. Minden nem fogok feltenni, hanem most megyünk szépen sorba. Odaadta, akkor még egyszer oda nem adja. meg meglátjuk, mert hát már majd nem adja Na, a tegnap, például nagyon ott az oldal. Jó, az badja az most megvan, oké, okay. kicsit visszajöttünk. Hát így értékben azért jót jöttünk, az még ugyan jó volt. De ezt az ak meg mondjuk, hát ezt, ezt elviszem, mert ezt ellopták tőlem. Azt én lehet ki fogom venni, viszont valamit ki kéne még nyitni. Egy m is van egészen szép esélyünk, ezt akkor upgrade-oljuk be, Meglátjuk, de úgy. Jó, ja, hogy a kettő, jó, az AK értékét érje ki. Az megvan, az megvan, gyerekek. Nem, az éppen, hogy de megvan. 7 meg 2, na 10 dollárnál vagyunk, majdnem. Feltét, feltöltésünknek a fele. Körülbelül. Vagy csak upgrade-olunk és majd nyitunk még valamit, az is lehet. Az USP-t az biztos, hogy az megvan, jó. Ő mondjuk az nem biztos, az nincs meg, az nincs meg, jaj! Hú, az bukta, na hát így is lehet bukni ugye, ez, ez benne van az oldalba És feltettem 20 dollárt, és kiveszek 2 dollár 20 centeszként Ez bőven benne van az oldalba, ezt viszont kivesszük, ezt nem visszük tovább Benne van, tehát oda kell figyelni, mit csinálsz, óvatosan kell, ugye most megmutatom egy példát Hogy így is lehet bukni, ugye rengeteget lúzoltunk a case battle -ökbe amit nyertünk, meg 40 centet húztunk, tehát az meg megint olyan volt, hogy gagyi volt. Most nem adta, van mikor adja, nem mondom, ez tényleg random. Tegnap például szépen vettem ki, tehát, de a kesztyűvel, megmondom nektek, feltettem 10 dollárt, és kivettem ezt a kesztyűt, meg még vettem ki valamit, azt már nem tudom, hogy mit vettem ki belőle. A tegnap este adta, ma reggel például most nem adta, de hát láttátok, hogy mire kell számítani ennyire random a történet. És akkor, ha ki akarod venni, ugye trade linket bemásoltad, minden, itt most meg kéne keresni, itt van, el tudjuk adni, tudjuk upgrade-olni, viszont ezt én kivenném, mivel elvették tőlem az én kis skinemet, és akkor most ezt a kis statrakosat ki fogjuk venni, és akkor most várjuk meg, hogy droppolja ki nekünk az itemet. Na meg is jött elvileg abba a pillanatban, mi kinyomtam a felvételt, amúgy szüneteltettem. És akkor elfogadjuk szépen, és már elvileg nézhetjük is az inventoringba, tudom, hogy ott is rá lehetett volna menni, most ha mindegy, és akkor itt van 2 dollár, vagyis 2 euró 10 centes kis skinnets, kivettünk 20 dollárból, a 19 euróból körülbelül, ami kurva nagy lúz, de most nem azt kell figyelni, hanem hogy ezt kivettük, azt akkor jó van az. Tehát ide feltöltöttem volna, nyilván jobban jártam volna most, de van mikor például tegnap, meg kivettem, majdnem 3 euró, 7 euró, hát egy ilyen 15, 15 és fél euró. Skin meg ugye ment a szintem is, csak ott az dollárban nyilván több, tehát én akkor mondjuk tegnap 8 euróból kivettem például, tegnap egy duplázós volt. Tehát ezeket kivettem 8 euróból, tehát ez annyira random, hogy világ vége. Kesztyűvel nem tudom mi lesz, az a baj, hogy meg akkor menni úgyis az IFC-t ami megint vagy 70 dollár, vagy 90, ha az veszem már, ha videót is akarok csinálni, ugye akkor a FIFA pontot lehet azt veszem, szóval lehet hogy a kés Steambe kerül eladása, mert oldalakon már minden 50-55-60%-ért tudod eladni, adom minden, mire rákerül a kártyádra, már a fele lesz szinte meg ebből a pénzből, és azt végül én visszateszem Steamre megint, akkor már tök mindegy. Ha meg, akkor már megveszem a farmingot is belőle igazából. Tehát lehet az lesz a sorsa, és ami marad, abban meg mondjuk egy ládnyitást csinálunk, azt szeretnétek, Ö, meglátjuk, hogy mi lesz annak a sorsa. de ez a videó itt lenne vége, mert hosszú lesz egy kicsit. Ezek a tapasztalatok az oldalra a kapcsolatban, most nem adta, tegnap például adta, teljesen random, viszont ez a kesztyű az hatalmas big win volt. Ö, hát kívánok nektek is ilyen szerencsét, aki töltene fel az oldalra óvatosan vele, láttátok, hogy nagyon könnyen el lehet szaladni a csikóval, köszi a figyelmet, szóri a videóért, ha valaki egy kicsit kompromitál a téma, engem annyira nem zavar, hogyha valaki ezt műveli, hobbi szinten már az, hogy ebből él meg a kaszinó streamekből, az már kérdőjeles számomra is, hogyha egy fest ezt látjuk, de néha-néha becsúszik egy, nekem az például én élvezem nézni, sőt nézi talán jobb, mint feltenni és te bukod el, hanem nézed őt, hogy hogy bukja el, csak az nem a saját pénze, hanem az oldalé. Tehát óvatosan a pénzetekkel, gyerekek, köszi a figyelmes kacok, következő videóban találkozunk addig is, puszi, pacsi, sziasztok!